Sziasztok, ha már többször néztetek minket, tudhatjátok, hogy ez a Tinta. Most olyan lányokat fogunk bemutatni nektek, akiknek a tánc az élete. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Mutatkozz be nekünk, kérlek. Sziasztok, én Nyári Andrea vagyok, a Dance Factory táncterem vezetője, és a Révden Sporttánc Egyesület egyik vezetője. Az egyesületetek miről szól? Sporttáncot tanítunk, akrobatikus sporttáncot, ami mindenféle táncstílust ötvöz, és az akrobatikákat is belecsempészük. Akrobatikus rokiként indultunk, csak aztán több táncstílussal kerültünk kapcsolatba. Mikor alapult az egyesület? 2008-ban. Milyen korosztályt érint? 3 éves kortól foglalkozunk gyerekekkel, egészen 18-20 éves kori. Egy héten mennyi az edzések száma? Hát ez kortól is attól függ, hogy ki milyen szinten van. A legkisebbeknek heti 1 van, a haladósoknak heti 2, és a versenyzőknek heti 3-4. Milyen eredményeket lehet ebben elérni? Sok kategóriás versenyekre járunk, a Magyar Látványtánc Szövetség versenyein veszünk részt, illetve az ESDU nemzetközi versenyen. Tavaly sikerült egy világbajnoki 4. és 5. helyezést elérni, illetve számtalan országos 1., 2., 3. helyezés van. Ha valaki szeretné ezt itt elkezdeni, hogyan lehet itt jelentkezni? El kell jönni 1 órára, és folyamatosan be lehet csatlakozni. Mi a különbség a közt, hogy a táncot csak hobbiként, vagy versenyszerűen űzik? Hát mindenki hobbiként kezdi általában, aztán ez kialakul a versenyzőknek, azért már a hétvégéket rá kell szánni, illetve 2-3 edzéssel több van. Tehát ez egy életforma lesz, hogyha valaki versenyző akar lenni. Mit gondolsz a mai fiatalokról? Sokan táncolnak, de táncolhatnának többen is. Nálunk például kevés a fiú, csak a kicsiknél vannak 3-4-en, úgyhogy fiúknak is ajánlanám, csak hát nem jönnek. Miket táncoltok, milyen zenékre? Hát mi mindig egy témaköré építjük a sorainkat, egy versenysornak hívunk egy koreográfiát, mindig van egy adott története, illetve egy témája a dolognak. Úgyhogy most például idén csinálunk egy munka és a szabadságra épülő koreográfiát, illetve egy a kontinensekről szóló koreográfiát, ezek mennek majd idén a világbajnokságra. Hogyan tudjátok kiküszöbölni, hogy ennyire kevés a fiú? Hát ez formáció. Itt teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány az illető. A formációt azért is találták ki mindenféle táncstílusban, mert hát a lányok között ez sokkal népszerűbb ez a sportág. De remekül meg vagyunk fiú nélkül is. Nyilván azért egy-két fiú színesítené a dolgot. Vannak jelentősebb díjaitok? Évente részt veszünk világbajnokságon, illetve Európa-bajnokságon. Az egyik az, amit az előbb említettem, a tavalyi horvátországi világbajnokság volt, illetve idén voltunk egy Európa-bajnokságon is, amit itt rendeztek Magyarországon, ott is számtalan első helyet sikerült szerezni. Most már hip-hopra építünk, hip-hop van benne jazz, illetve korábban voltak akrobatikus rock'n'roll koreográfiaink is, ezeket most már annyira nem csináljuk, mert most másikban több lehetőség van, úgyhogy leginkább hip-hopra épül, és attól válik sporttá, hogy a torna elemeket kombináljuk. A torna elemekből lesznek az akrobatikák, és az akrobatikáktól válik ez az egész sporttá. A tánc az életetekbe hogyan került bele? 7 évvel ezelőtt én fashion dance-et táncoltam, onnan keveredtem át az akrobatikus rock'n'roll világába, nagyon szeretem csinálni, és igazából a tánc az életemben egy színes volt igazából. Az én történetem kicsit hosszabb, én 11 éve kezdtem, teljesen azért, hogy járjak, mint kicsi gyerek táncolni. Aztán azt egy idő után abba hagytam, mivel az edzőm elment, akit nagyon szerettem. Ő elment más tanítani, fashion dance-et, és mivel nagyon szerettem, én követtem őt, viszont az előző rokis csapatom, az a mostani rokis csapatom is, és egy idő után abba hagytam a fashion dance-t,
Aztán az kishugom kezdett a mostani edzőnknél táncolni, és mivel nem csináltam semmit, ezért csatlakoztam hozzá, és kiderült, hogy ott van a régi rokis csapatom, úgyhogy így visszataláltam hozzájuk. Én 6 évig aerobikoztam, de utána ez a csapatom feloszlott, és így találtuk meg Andinál ezt a rock'n'rollt. Az Új Udvarban volt először, ott lettük hirdetésen, és aztán bekerültem a versenycsapatba, és azóta most már 4 éve itt táncolok náluk. És utána először csak rockiztam, aztán sporttáncolni is elkezdtem. Hát, és igazából én azért szeretek táncra járni, mert így az iskola után így kikapcsolódom, és nem tudom, ez egy ilyen olyan hely, ahol így megnyugszom iskola után, és így el tudok lazulni. Tánc mellett üztök valamilyen sportot? Hát én futni szoktam járni a Margit-szigetre, de egyébként ez a fő sport, amit én nem különösebben, ez annyira elég igazából, meg sok idő, meg sok munka, hogy emellett nincs is szükség másra. Emellett nem csinálok már semmi mást, mert nincs már másra idő. Mit szeretnétek elérni a táncban? Hát szeretnék nagy táncos lenni elsősorban, illetve én szeretném edzőként folytatni ezt a sportágat. Én a jövőben az edzősködést nem gondolom komolyan, viszont nagyon örülnék neki, hogyha a csapat az világbajnokságra így is járunk, de hogyha minimum a dobogót, de legfeljebb az első helyet megszereznénk. Hát, nagyon szeretek kicsikkel foglalkozni, úgyhogy lehet, hogy még később az edzőség felé mennék, de igazából most még így, hát úgy komolyan nem ezt tervezem fő célnak, de még bármi lehet belőle. Hányszor jártok hetente edzeni? 3-4-szer, 1,5-2 órára. Így van, és ez még csatlakozik pluszba a hétvégi versenyek, ugye, ami nem nevezhető hivatalos edzésnek, de ugye ott is folyamatosan táncolunk. És ezeken a versenyeken milyen eredményeket értek el ti? Hát a dobogon általában mindig fantálunk, de a legtöbbször elsők vagyunk. Első-második helyen vagyunk. Mint láthatjátok, új frizurával állok itt előttetek. A következő riportunk Marosvávi László fodrásszal készült. Sziasztok! Amint láthatjátok, nem állok éppen toppon a hajam szempontjából, viszont ez nem véletlen, mivel mostantól egy mesterfodrász fogja készíteni a hajunkat, aki Marosvávi László, és itt ül mellettem. Először azt kérdezném, hogy hogyan lett a fodrász? Hello, sziasztok! Hát igazából eszembe se jutott, hogy fodrász legyek. 14 éves koromban lettem fodrász a szüleim tanácsára. Igazából így, ők találták ki, hogy legyek fodrász. Kézügyességem az volt, ötletem semmi nem volt, hogy mi legyek, úgyhogy ők javasolták ezt, ők tanácsolták. Tanultad valahol a fodrászatot, vagy rögtön elkezdtél hajat vágni? Nem, ezt tanultam, ezt tanulni is kell, meg még a mai napig is tanulom, úgyhogy ez egy elég hosszadalmas téma. Én a szakmunkás képzőintézetbe kezdtem, a Dalosidába, ahogy sokan mások. Ott egy 3 éves iskolát végeztem el, aztán akkor sem állt meg az élet, azóta is tanulom folyamatosan. Ilyen fodrászszalon dizájnot még soha sehol nem láttam. Honnan jött ez ötlet, ki tervezte? Hát ezt az utolsó szögig én terveztem, én találtam ki, és hát a nagy részét azt én is kiviteleztem, úgyhogy ezt a saját vérünk benne van, úgymond, meg a kollégáimé is, ők is nagyon sokat segítenek benne, úgyhogy ezt én találgatom ki igazából úgy hétről hétre. Azért is változik hétről hétre, mert most sincs kész, és még szerintem sokáig nem lesz kész. Ha ránézel így a hajamra, mit csinálnál, mit változtatnál rajta? Nagyon sok mindent. Szívem szerint, de hát, hogy ahogy itt megkaptuk a határokat, nagyon sokat nem fogunk változtatni rajta, csak szépen rendbe hozzuk. Ezzel is megmutatva igazából nem az óriási változások teszik jóvá vagy szebbé az egészet, hanem az a pár apró, de fontos dolog, ami fontos, hogy rendben legyen egy frizurán,
látható, mert sokkal szebb lesz a haj. A honlapon sok extravagáns frizurát is láttam, amiket te készítettél. Mit gondolsz, mennyire viselhető ez a hétköznapokon? Ki akar zöld hajat vagy pinket? Igazából zöld hajat, pinket nagyon kevesen akarnak. Ilyen extrém hajakat nagyon kevesen akarnak, de ez igazából úgy van, mint a, hogy mondjam, a ruháknál is a dizájnerek, azok mindig az extrém dolgokat szeretik. Ezek nagyobb kihívások is egy ilyet elkészíteni. Mondjuk neked is be fogjuk festeni a hajad tövét, kicsit leápoljuk, ez nem egy annyira nagy kihívás. Most egy zöld haj, vagy rózsaszín haj, amit mondtál te is, ha csak egyszínű, pláne hogyha többszínű, az még nagyobb kihívás. Tehát leszőkíteni, kezelni, átfesteni újra, tehát azok ilyen 5-6 órás dolgok is lehetnek, tehát ez sokkal nagyobb kihívás. Kihívás a vendégnek is, a fodrásznak is, nekünk is. Igazából ezt nagyon keveset készítünk ilyet. Akkor úgy is mondanám, hogy ezek, amik ott kint vannak, ezek nekünk is az álmaink. De ennek is csak akkor van értelme, hogyha a vendég vagy az ismerős, akinek készítjük, ezt szereti és tudja hordani. Egyébként nem sok értelme van, tehát azért is csinálunk mi is keveset ilyet, mert nagyon kevés olyan ember van, aki ezt tényleg hordja is. Most arra nem sok értelme van, hogy megcsináljuk, lefotózzuk, utána leszedjük róla, és csinálunk egy nagyon szolid kis nőt belőle, mert egyébként az. Meg lehet csinálni, de nem sok értelmét látom. Ez, nekünk is ez igazából akkor a legfantasztikusabb dolog, hogyha megcsinálunk valamit, és ő ezt viseli heteken, hónapokon át, visszajön, újra kéri. Ez a legjobb dolog az egészben, hogyha ez összejön. A tetkók a kezeden mit képviselnek? Azok engem. Abszolút engem. Régóta készültem már rá, még most sincsen kész, de ez is ugyanúgy, mint a frizura. Kifejezi az embert, és régebben idegenkedtek tőle az emberek, szerintem most már nem annyira. Ugyanígy van a frizuráknál is, tehát régebben sokkal kevesebb frizura volt egy adott forma, egy adott fazon, és akkor az mindenkire az volt ráhúzva, ha sikerült, ha nem, ha ilyen haja volt, ha nem, akkor az volt. Most már azért óriási széles a skála, még évekre lebontva is, tehát évente is van rövid frizuradivat, félhosszú, hosszú, színbe, mindenbe, tehát most már ez sem olyan, mint régen volt. A szalonotok nemrég költözött ide, sok időbe kellett megtalálni a tökéletes helyet egy fodrászathoz? Igazából körülbelül egy évig, hát most ez is furcsa, relatív, egy éven át kerestem, ez nem azt jelenti, hogy minden nap keresgéltem, de egy év volt, mire megtaláltam ezt a szalont. Annó még 20 éve, amikor elkezdtem az egészet, akkor én is a belvárosba kezdtem, aztán egyre kijebb jöttem erre Budára, és igazából most december 3-án nyitottunk, tavaly december 3-án itt ezt a szalont. Tavaly, mégis november elején találtam meg ezt a helyiséget, álmaim helyiségét mondhatom. Tehát ez volt az álmom, egy ilyen nagy légterű, nagy tér, nagy terek. Tehát ez volt az álmom, és ezt most novemberben találtam meg. Igen. A zene, akkor bemondó. Őket láthatjátok most. Itt újra a Tinta, a Kobuci Kertből a Belmondó együttese. Mióta vagytok ti együtt? Hát a Belmondó zenekar az 2005 végén alakult, és 2006-ban jelent meg az első albumunk, 2006 tavaszán. Szabó Laci és jó magam vagyunk alapító tagok a jelenlegi felállásból, azóta cserélődött már dobosunk, billentyűsünk és basszusgitárosunk is. A mostani egy egészen friss felállás, bár az utóbbi fesztivál koncerteket Viktor kivételével ebben a felállásban nyomtuk. Viktor ma debütál nálunk. Reméljük, hogy ez most egy tartós, harapós, működő kooperáció lesz. A Belmondó, mint név, hogyan került ide? Úgy, hogy mentünk az utcán és láttuk, hogy Belmondó. Nem, valami nagyon pozitív nevet akartunk. A Belmondó ugye azt jelenti egyébként, hogy
mindenféle latin nyelveken is, hogy szép világ, ez igazán pozitív név, de a névnek ennél sok egyszerűbb okai vannak. Én azt akartam, hogy ennek a formációnak legyen a zene vagy Raj. Az olyan eléggé underground meg vagány név. A többieknek pont ez volt a baja vele, hogy túl underground. Azt mondták, hogy valamilyen férfias, erős, harapós nevet szeretnének. Raj legyen, és már csak ketten vagyunk az előtti felhőző. Innentől kezdve a Raj nevű zenekar interjúját halljátok. Ebben a pillanatban változtatok meg. Vagy a Véres Lánc együttes, lehet, hogy erre módosítjuk. Valahogy nem félsz már. Az akkori feleségem hallotta ezt a beszélgetést, hogy nálunk zajlott le a lakásban, hogy mi gyakorlatilag azon szkanderozunk, hogy mi legyen a zenekar neve, hogy miért ne legyen Raj, én azt akartam, hogy Raj legyen. És benyögte azt, hogy legyen Belmondó, gyerekkoromban úgyis az volt a kedvenc színészem, mondta ezt ő, én meg azóta se tudom a többieket lebeszélni erről. Hány éves korosztálynak ajánljátok a zenéiteket? Jézusom, hát mindenkinek. Nem, tényleg nem egyszerű kérdés, mindenkinek ajánljuk. Tehát nem hiszem, hogy így kor. 18 plusz. Zsoltika, csajozni akarsz? Látom rajtad, hogy csajozni akarsz. Nem félsz már, úgy várlak, nézhetek majd rád. Képzeled tovább, jössz, hogy egyé válj. Nem tudom, nem megfogta ezzel a kérdéssel, fogom bárkinek. Figyelj, aki érti a szövegeket, meg szereti ezt a zenét, az nyilván úgyis rá fog kapni, úgyhogy nem feltétlenül korfüggő, inkább intelligencia függő. Meg ugyanannak a rétegnek, akinek a South Parkot, senkinek. Melyik fellépésetekre vagytok a legbüszkébbek? Hát ez mikor volt? Hát valójában én még annyira friss tag vagyok, hogy ez hanyadik koncertem így, hatodik, hetedik, valójában mindegyik koncertnek megvolt a maga savaborsát, még úgy ismerkedünk egymással, kezd egész szépen összeállni a produkció, valójában nekem eddig a 6-7 koncert közül a szerdai fellépésünk, a színes fellépésünk, a szegedi, az jött be eddig a legjobban, az olyan, már akar úgy jöttünk a színpadon, aztán mindannyian, hogy úgy éreztük, hogy ez egy érett produkció volt, jól is szólt, egybe is volt, és mi is nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon jól szórakozott rajta a közönség is. Mi az oka annak, hogy ennyire váltakoznak a bandatagok? Az, hogy valószínűleg az, hogy eléggé kibírhatatlan vagyok. És nagyon nehéz velem együtt dolgozni. Tulajdonképpen nem tudom, mi bajuk azzal az alapelvel, hogy ugye mindig ezt szoktam mondani, nincs az a nézeteltérés, amit ne lehetne verekedéssel megoldani, de a többiek nem osztják ezt a fajta pozitív hozzáállást. Mindig megvolt igazándiból az oka, tehát volt azért tagcsere, mert valaki másik zenekarba akart játszani. Most a legfrissebb tagcsere a Gabika kiköltözött külföldre, vagy az előző zongoristánk, ő inkább ilyen nagyon frakkos, nagyon művész, mockingos zongora zenét akar játszani. Tehát mindig megvolt egy olyan változás az embereknek az életében, amikor vagy mi mondtuk azt, hogy ez már nem fér bele, vagy pedig ők mondták azt, hogy bocsánat, nekem most más irányba kell mennem, mert úgy érzem, hogy az a helyes. Mit sosem hittem el. Meg az a helyzet, hogy azért nem, tehát a zenekar 7 éves történetében a tagcserék egyáltalán nem voltak jellemzőek. Az utóbbi mondjuk másfél évben van ebben a tekintetben egy kicsit nagyobb fluktuáció, hogy szaknyelven mondjam. Ez pedig valószínűleg egy ilyen egészséges kiválogatódás része. Ez az időszak egy kicsit ahhoz hasonlít, amikor annak idején elindítottam a zenekart, és 2005-ben elkezdtem zenélni emberekkel, és egy ilyen 20-30 zenészből válogatódott ki, hogy ki az, akivel végül is együtt játszanék. És ugye, amikor másfél évvel ezelőtt egy nagyobb váltás történt a zenekar életében, annak eredmények vagy következményeképpen alakult ki ez a mostani felállás, amiről már reméljük, hogy egészen tartós lesz. A Belmondó előtt milyen bandákban játszottál már, vagy ez még új? Hát én elég régóta zenélek, magamhoz képest 6-7 éve, és nagyon sokféle stílusban próbálok elhelyezkedni, és sok stílus szeretnék játszani, mert nem szeretnék egy dolognál leragadni, játszom a metaltól kezdve jazzt, rockot,
akkor hát a belmondóban nem is tudom meghatározni, hogy nagyjából beat metal, beat metalt játszunk. Úgyhogy ez igazából ennyi. Bár hét már mit nekem, mert visszatért az álom, mit sosem hittem el. Valaki hogyan kezdjen bele a zenélésbe, ha sikeresen akarja ezt folytatni? Igen, szerintem legyen ambíciója. Igen, igen, olyan vagyok, mint a Vörös Andris a Superbadban, hogy mindenre figyeljen, csak a zenére ne. De nyilván szerintem ez nem igaz. A tapasztalat sajnos az egyébként, hogy a zenénél sokkal fontosabb dolog az ideológia, sokkal fontosabb a kinézet. Van egy idősebb szervező barátunk, aki azt szokta mondani, hogy az utóbbi években Magyarországon az emberek a szemükkel hallgatnak zenét. Én azt gondolom, hogy a fülükkel is, de nem a zenét, hanem inkább a szöveget. Én ennek egyáltalán nem örülök. Az biztos, hogy fontos egy nagyon erős ideológiai alap, ami nem feltétlenül politikai, vagy pláne nem pártpolitikai ideológia, de valamilyen ideológiai alap, valami létező életérzést fontos elkapni. Ennél konkrétabbat azért nem lehet mondani, mert az is lehet, hogy egy év múlva, vagy három év múlva teljesen máshogy fog ez az egész kinézni. Az biztos, hogy ahhoz képest, mikor mi indultunk, ahhoz képest már teljesen más a felállás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként ismert vagy ismertebb futó zenekarok sem tudnak feltétlenül használható tanácsot adni. Az a lényeg, hogy olyat csináljanak, amivel hisznek, amit szeretnek, és hogy akarjanak adni az embereknek, akarjanak a közönségnek adni. Mennyire gyakran van a belmondónak fellépése? Elképesztően sok fellépésünk van. Az utóbbi egy hét. Igen. Ez a negyedik. Mert visszatért az álom, mit sosem hittem el. Ez egyébként mindig változó. Változó egyrészt úgy, hogy évről évre változó van, amikor több. Nekünk is volt, amikor több koncertünk volt, amikor kevesebb koncertünk volt. Hogyha mivel most kérdezted ezt tőlem, nyilván azt mondom, hogy rengeteg koncertünk volt így az elmúlt időszakban, mert ez egy fesztivál szezon. Ugye ilyenkor a városi rendezvényektől kezdve a rockfesztiválokig mindenhol jelen vagyunk és játszunk. Aztán ugye jön a klub szezon, akkor az megint másabb. Hát ez nagyon sok mindentől változik. Az a tapasztalat, hogy egy összeszámolgatom, hogy hány koncertet adunk évente, hogy szerencsére eddig még mindig pozitív az aktuális év mérlege, mint az előző évhez képest, úgyhogy eddig meg növekszenek a koncert számunk. Tehát hogyha egész évre elosztjuk, akkor még hetente mindig van egy koncertünk, van, amikor több is. A Magyar Dalnapja mit jelentett nektek? Hát még most is jelent. A Magyar Dalnapja az egy, nyilván ez egy sokrétű elköteleződés, gyakorlatilag a dolog kezdetétől személyesen is érintett vagyok benne, mert a Szerzők Egyesületének voltam 3,5 évig az elnöke, aki az egyik alapszervezője volt a Magyar Dalnapja ügynek. Ugye az a Magyar Dalnapja az első szigetes augusztusi megjelenés után, mikor országos mozgalommá vált, minden évben szeptember 2. vasárnapján kerül megrendezésre, és nagyon sok vidéki programhely és szervezet is bekapcsolódik, hogy ezt megrendezze. Az a lényeg, hogy ezerféle magyar előadó magyarul magyar számokat, magyar szerzeményeket énekel, és úgy ünnepeljük meg, hogy ez a kultúránknak egy eléggé vaskos, erős és hatásos része. Mi is fellépünk egyébként Magyar Dalnapi rendezvényen, ugyan pont nem 8-án, ugye idén szeptember 8-ára esik a Magyar Dalnapja, ez egy vasárnapi nap, hanem pénteken lépünk fel Zalaegerszegen, zalaegerszegiek egész hétvégén Magyar Dalnapjáznak, és mi a pénteki programba kerültünk be. Szombaton játszunk ugye Nagykanizsán, és még az sem kizárt, egyébként 8-án olyan sok apró kicsi fellépés szokott lenni, és mindig egy héttel előtte kapunk meghívást, az is lehet, hogy még 8-án is előfordulunk valahol itt a környéken. Épp cserélném a lelkem, de újra rám köszön, mikor éretek hozzád, térsz be úgy hozzám, van, hogy nem félsz már, úgy várlak, nézhetek majd rád, képzeled tovább, jössz, hogy egyé válj. Mondtál valamit?
Nem. Semmit. Ennyi fért bele a mai adásunkba. Egyre többen nézitek a www.facebook.com/tintamagazin oldalunkat, ezt folytassátok tovább, és oda várjuk a véleményeiteket, természetesen like formájában. Sziasztok!